Hát akkor megvoltak a bevonulások is. Jó kis Benelux rangadó következik tehát. Nentjes és De Vos között. Nentjes a 119. De Vos a 112. jelenleg a világranglistán. De Vosnak volt egy szép győzelme, egy World Darts Trophy-n győzött. És 13 évet töltött a BDO-nál, ugye egy kisebb világszervezet. Idén igazolt a PDC-hez De Vos, és már megverte honfitársát, Heibrechtset is, 6-5-re. Úgyhogy kitűnő képességekkel rendelkezik. Nentjesről annyit sikerült nekem kibogarászni, hogy mindössze 22 esztendős, de a legutóbbi 10 hivatalos mérkőzéséből csak 3-at tudott megnyerni, de hát olyan ellenfelei voltak, mint James Wade, Johnny Clayton vagy Ian White. 8 éve dárcozik, és már 2 világbajnokságon is szerepelhetett a felnőtteknél. Nentjes, ugye mind a két országban hatalmas hagyományai vannak a dartsnak. Hát igen, köszönhető ez ugye a rengeteg holland profi játékosnak, akit mindenhol látnak, és ebben bízunk mi is magyarok, hogyha ez itt szép lassan beindul, akkor nálunk egy kicsit nálunk is följebb lendül a darts élet. Biztos vagyok benne, és a televíziós közvetítések ezekhez abszolút hozzájárulnak, úgyhogy indul a mérkőzés, továbbra is természetesen 6 nyert legig. 1-81-jel kezd. A hórihorgas Nentjes, balkezes. Ez csak egy 45-ös válasz, de Fosztól. Ha nagyon szellemes akarnék menni, akkor mondanám, hogy egy hiert biztos, hogy tovább fog jutni. Ez borítékolható. Ha csak nem lesz kettős leléptetés. Igen. Volt már ilyen tárcva. Ilyenről még nem hallottam. És a statisztika szerelmeseinek jelenteném, hogy az előző mérkőzésnek a statisztikája már fönt van a Darts az Arena 4 csoport, Facebook csoportban. Lehet mazsolázni, lehet olvasgatni. Köszönjük szépen, így folyamatosan természetesen ezek fönn lesznek, és lehet kommentelni, kérdezni. Laci pedig ezekre majd, igyekszem amit válaszolni. Van idő rá, válaszol. 180! Úgyhogy ezen a mérkőzés is megvan az első. 64. Ugye az már biztos, hogy szombaton William O'Connor ellenfele majd James Wade lesz a verseny 8. kiemeltje. Ugye O'Connornak nem kellett ma dobnia, mert elmaradt a Danny Noppert elleni mérkőzésen. Noppert édesapja elhunyt, és ő már haza is utazott. Új, majdnem megvolt a 167-es kiszálló Nentjestől. 25-re viszi így le Nentjes. Még egy nyíl. Jó, a dupla négyes! Megvan az első leg. Foxy, ez a beceneve. Ráadásul brékleg. Igen, így van. Júliusban különben megverte Ricky Evans-t is. Villámkező Evans-t 6-3-ra. Foxy, ez a beceneve a belgának. Maxi viszont sajnos nincs itt. Maximizer. Igen. A németek kitűnősége, Max Hopp. Vannak azért hiányzók persze a mezőnyben, nem jött el ugye Gary Anderson, nincs itt Vandenberg, Gabriel Clemens, Glenn Durant. Igen. Nagyon erős a mezőny így is. Igen. Hát Gary Anderson ugye 100. Nem hagyja el a szigeteket. Mostanában nem szívesen utazik el. Tehát neki eleve nem is volt annyi pontja, vagy ilyenkor csak a pénzdíj rangsorol. Hogy néz ez ki? Hát egyszerűen nem vállalja. A... Tehát Wildcard-ban mondjuk meghívhatták volna simán erre a versenyben, de nem. Igen, de nem akkor sem vállalta volna. Kár. Rengeteg rajongója van neki is. Na, igen. Azért látunk majd itt életképeket. A Smiles Clubnak a csapata ott örül. Egy ilyen dárcos poncsóval. Igen. 180! Ott már úgy látom, hogy jól fogy a bodzaszörp. Igen. Olvassák a hangulatkeltőt. Igen. Ez 55-ös. Na nézzük Nentjest. Tud-e válaszolni? Kéne neki is egy break. Így nem lesz meg. 54. Eléggé gyatra kör volt, csak 40-et tudja letolni, és akkor de fasz. Nagyon szép.
Igen, ám csak ugye hát sokat nem ér vele akkor, ha Nentjes beveri a dupla 20-at. Hát igen, de más lehetősége nem volt. Dupla 10-es. Még egy kísérlet van. Nincs meg! 5 pont maradt! Jaj! Nézzük ezt a 25-öt. 8-ra, dupla 4-re. Még egyet a dupla 4-re. Nincs benne! Elég nyögvenyelős leg. Nézzük Nentjest. Megvan a kerekítő, éppen csak. Nem túl biztos. Bizony, majdnem átcsúszott a 18-as szektorba. Dupla 2-re. Jól megnézi, jól meggondolja. És benne van elsőre. 1-1. Folytatódik, amintha mi sem történt volna a játék. Először indul European Touron, Gerd Nentjes, a Spear becenévre hallgat ő, tehát a lándzsa. Az mondjuk az jó. Hát igen. Jó kis művésznév. A Foxira nem tudok magyarázatot adni. Biztos van olyan kedves nézőnk, aki is kideríti, hogy de Fox miért Foxy? Lehet, hogy a vezeték nevéből. Igen, ugye? Esetleg egy szójáték vezeték nevével. Vagy pedig ravasz, mint a róka. Az is lehet. De mindenképpen vörös, legalábbis a pólója, rajta pedig a belga színek, még a fekete és a sárga. Igen, legtöbb belga játékos erőszeretettel használja az országa színeit, bocsánat. Szektortévesztés, az csak egy szimpla. Nincsen tripla. Száz pont. Az is valami. Próbálja tartani az előnyt, Nentjes. Hát tripla egy, utána nem jön tripla 19. Azért 30, csak jött a fűszer. Igen. Végére. Nagyon magas fiú, Nentjes, rendkívül hosszú karokkal. Gondolom ez azért nem hátrány dartsban. Hát nem kell olyan erősen eldobni, igen. Sokkal nagyobb lendületet tudsz adni a hosszú alkaroddal a nyílnak, de egyébként a magasság az van, hogy hátrány, nem pedig előny. 140. Nagyon kellett ez Fosznak, hogy kiszálló legyen. Főleg így, hogy itt jön a tripla. Második is benne van. 140-nel 68-ra Nentjes. Nagyon szép. Nem jött az 54. Nentjes, hát ez könnyen megoldható. Igen. 48-at szeretett volna. És dupla 20-ra maradt végén. Nem jött. Dupla 4. Megvan elsőre. Hibátlan. 2-1 de Fosznak. Ő különben az egyetlen belga itt a versenyen. Hát igen, mert se Vandenberg nincs itt, se Hybrex nincs itt, akik még számítanak. Ronny is játszik még? Hát, ugye Kim az ismerte, vagy igen, a jövőnyekkel rendelkezni, de Ronny is volt. Ronny az kicsit hátrébb vette a lendületet. Ugye testvérpárról van szó. Hú, 41. Remek, szinte ugyanoda. 139. Szép a válasz nagyon. Szép. Ettől függetlenül nem teszel előrébb egy kicsivel. Mondjuk ez a 43, ez annyira nem segít. Főleg így. Triplán, bement az első.
76 dobás. Kicsit szétszórtam most ezeket a nyilakat. Ötös. Na, mennyire tud nyomást ott helyezni ellenfelére? Ott a triplaúz, nagyon szép. 100. Egy 104-sal, 104-re viszi. Nentjes. Nagyon jó, tripla 20. Benne megvan az is, 20. És egy dupla! Nincs benne! De szép lett volna! A lehetőség 104-re. Hát ez is az emberes. Nem jött a 48. Csak 52-es felezte. Így van. Dupla 10-zel Nentjes egyenlíthet a holland. Dupla 5-re két nyíl. És aha. Nincsen. Na, visszasokalsz, vagy kerekítesz? Visszasokal. No. Igen. Lesz-e még egy esélye visszajönni ebben a legben? 12. Igen, és a dupla 20-ra két nyíl. Elsőre benne, úgy van, 3-1. 3-1. Két leg különbség nem volt még. De Nentjes dob. 59. Wow. 180! Ott van Né. Nagyon szép. 180! Tökéletes. Ez kevés. Igen, ez most nem jött össze, semmi még baj is lehet. Megvan bizony a tripla, így. Tripla 17. Ott van, és a bulla végére! Benne van 161, mekkora kiszálló! Elképesztő, a legmagasabb kiszálló eddig a mai nap, 161. Ezt gyorsan írjuk be, de fasz neve mellé, ez ilyen demoralizáló leg volt. Az bizony. Ugye is check out, szóval 4-1 neki, innen nagyon nehéz lesz a fiatal Nentjes dolga. Hát sokat már nem hibázhat. És ugye ő kezd, ebből lehet 5-1 is. Itt vannak, hogy hogyan, mik voltak a kiszállók az egyes legekben. 180! A válasz. Majdnem visszadobta. Szoktuk mondani a mérkőzés végén, hogy jó az író, jó a meccs. Hát Gerda Vosznak a írója az a Bata Bogdanov Daniella, aki az első nagy PDC-s hölgy író volt, nagy PDC színpadon. Nagy dolog. Azt hiszem. 50. Nem jött a búl. Hűha. Egyre nagyobb bajban Nentjes. Bizony. Ez is már egy kiszálló. Ott megvan a tripla 20, gyönyörű! Nagyon biztos magában Geert de Vos. És nem kell rohannia, hiszen 175-ön van Nentjes, az nem kiszálló. Három tiszta nyíl van arra a dupla 20-ra. Ez egy szép kerekítés lesz. 139. Nagyon szép 135-tel, ugyancsak 40-re. Csak hát ott az esély, de Fosz kezében. Három nyíl az 5-1-hez. Első fölötte. Na még, ott van benne, úgy van, 5-1. Nem vacakolt. 14 nyilas leg.
Mintjes, ezt meg kell nyernie, és még az utána következőket is, még igen, azon kívül négyet. Igen. És akkor meg lehet a meccs, ez ennyire egyszerű. Igen. Csak kötött kell zsinórban nyerni, nincs ezzel probléma. Tehát végül a stratégiát fölállíthatja magának, hogyan lehet behúzni ezt a meccset. 58. Jó, láttunk már ilyen nagy feltámadásokat az odácban. Az az érdekes, hogy lehet egy bármilyen olyan körülmény, nem is kell külső körülménynek lennie, csak egy buta gondolat, ami esetleg befészkeli magát. Igen. Egyébként nagyon jó kis átlagokkal mennek. Bizony. 104-es első 9, nagyon szép Manchester, csak ugye nem jut el rendesen a kiszállóking. Ugye hát az másik, hogy csak egyet talált el a 9 duplából, amire dobott. 130. Nagyon szép. Hú, jött érzi, a bull is. Érzi ő is, hogy ezt most meg kell hozni a sajátját mindenképpen, és utána még 60-as. Hát ezt lehet, hogy elengedni, de fasz. Hát igen, neki igazán nem kell erre gondolkodnia, főleg így, hogy most tényleg eltalálja a srác. 91. 40 maradt. Rendkívül magasan, de fasz. Csak arra figyel, hogy egyenesen el tudja dobni a nyilakat. Tehát, hogy ne essen ki a ritmusból, ugye a következőlegre? Igen, 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 igen. Meg is ott csinálja, Nentjes. 5-2. Tehát mennek tovább. A belga kezdi ezt a leget. Itt kell koncentrálni a Defosznak, és lezárhatja. És meg is teszi, úgy látom. 100-as kezdés. Nagyon szép szektor középen volt az a tripla 20. Vártam a többit köré. 140. Jön a két tripla, fontos, Nentjesnek. Így is tud javítani, de fasz. Igen, ez egy igen széles 180 volt. Nem jön a tripla. Ki is esik a harmadik nyila kezéből. Na, a ritmusból is kiesik, Nentjes? Reméljük, hogy nem. Most nagyon kell az a tripla 20, hogy legalább szinten tudjon maradni, vagy tripla 19 is jó. Nem jött az se, 59 csak a dobás. Na most van baj. Ő is hibázott, úgyhogy ad még egy esélyt Nentjesnek. Komoly mázlia van így Nentjesnek. Egyébként a győztes az első kiemelt Joe Cullennel találkozik majd holnap. 98. És ez nagyon úgy tűnik, hogy de fasz lesz jelenleg. Csak eddig 20. Na erről beszélek, látod? 38. Hűha, és nincs kiszállón. Megremeg? De fasz keze? 96. 108 maradt. Befejezheti ezt a leget is, Nentjesz. Igen. Nézzük, hogy kerekít. Nagyon szép. 81. Ez most elég lehet neki, de nézzük, igen, hogy mit csinál a holland. Akartam mondani, hogy összeszedte magát, de úgy látszik, annyira mégsem. De a hollandnak is problémái vannak. Nem jött a tripla 16 a 88-ra. 81 pontja van, tripla 19 a játék. Nem, ő inkább nem arra ment. To require 107. Még van esély? Ó, nem! Oho! Szimpla 4-es is beesett! Atyavilág! Megvan dupla 20. Még mindig dupla 20. Nagyon magas. Nincs benne! Húha! Ezt elszúrt a szó szerint, Nentjes. Na itt lehet a vége. Benne van, nagyon szép, dupla 10. Nem, még egy utolsó nyíl. Az sincs meg. Átvillant az agyonom ez a dupla 20, dupla 20. 80-nál nem mertem mondani. Nem José de Szózát látjuk, ki 120-ra is megdobja a hármat. Na még van, két nyíl rá, dupla 10. Még egy, meg kell csinálni a Nentjesznek. Nincs benne. Nem.
Hát ezt már biztos, hogy büntetni fogja a belga. Izgalmas itt a hajrá. Dupla 10. Ott igen. Van benne kéz. 6-2. Tehát belga továbbjutás, Hérde Fosz ellenfele, tehát majd Joe Cullen lesz a szombati programban, most pedig megint tartunk egy szünetet, és aztán jön a harmadik mérkőzés a holland Feenstra, illetve az angol Keegan Brown között.